Ezekről így csúszik le a hal ezen a csúszdán. Szalka József azt a csúszdát mutatja, amin az élő halakat engedik le a medencébe. A halbolt vezetője elmondta, az általuk forgalmazott halak többségében magyar tavakból származnak. Bár hazánk Európában a harmadik legnagyobb ponttermelő, mégis kevesen fogyasztanak rendszeresen halat. Sajnos ritkán teszem ezt. Bonyolult macerás a halfogyasztás is, és ezért nem igazándiból teszem. Férjem pecázik, jellemzően abból eszünk halat, meg inkább fagyasztott halakat. Itt a piacon viszonylag ritkán veszünk. Inkább a halászlevet csinálunk belőle, pontyok, meg kárház, kis apró halakból. Halat nem nagyon szoktunk venni. Hogyha igen, akkor inkább tonhalat is, ugye konzerváltozatban. Tehát élő halat, vagy ilyen folyami halat nem nagyon. Városunkban a legnagyobb kereslet a pontyra és a busára van, ami ugyan szálkás fajta, de az üzletben egy technológia segítségével szinte 100%-ban ki tudják filézni a halat. Az üzletvezetője elmondta, amióta bevezették ezt a módszert, azóta többen vásárolnak náluk, de a halfogyasztás terén Magyarország még így is el van maradva a többi európai országhoz képest. A magyar nép valamennyivel nőtt a fogyasztása, a halfogyasztása, olyan 4 kiló, 5 kiló körüli az éves fogyasztása a magyar nép első egyfőnek. Ez eléggé kevés a külföldi országokhoz képest, mert Ausztria is 11 kilót eszik egy fő. Szalka József kiemelte, fontos lenne, hogy a mostaninál nagyobb arányban és gyakrabban kerüljön hazai halat családok asztalára.